Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, dr. Udvarhelyi István Gergely Budakalász jegyzőjét. Üdvözlöm sok szeretettel. Köszönöm a meghívást, köszöntöm a bennünket, figyelőket. Elég régen beszélgettünk már, akkor még nem esett szó a leendő választásról, ami majd májusban lesz, amikor Európa parlamenti képviselőket választanak a magyar állampolgárok is. Mik a legfontosabb tudnivalók ezzel kapcsolatban? A köztársasági elnök úr idén május 26-ára tűzte ki az Európai Parlament megválasztásához szükséges szavazásnak a napját. Ezen a napon a szavazófülkék a szokásoknak megfelelően reggel 6-kor fognak kinyitni Budakalászon is, és este 7-ig fognak nyitva tartani. Jelen pillanatban április 23-a a következő dátum, amire figyelnie kell a választóknak. Ez az a határnap, ameddig lehet ajánlani listát. Budakalászon is számos helyen lehetett találkozni pártok jelölő szervezeteknek a standjával, ahol ezeket az aláírásokat gyűjtötték. Igazság szerint ami technikai részlet és fontos lehet, hogy a 2018-as állapotokhoz képest a szavazókörök helyei nem változtak, azonban van egy olyan törvényi kötelezettség, amely a jegyző feladatául tűzi ki, hogy minden választást megelőzően meg kell nézni, hogy az adott területen, terület egészén, a város közigazgatási területén, hogyan változott a lakosságszám, és ez hogyan érinti az adott szavazóköröknek a létszámát. Ugyanis itt mindenképpen fönnáll egy arányosítási kötelezettség, tehát ha az egyik körzetben mondjuk arányosan többen költöztek be, a másikba pedig kevesebben vannak, egy középmérték irányába el kell tudni tolni ezeket az arányokat, ezért mindenkinek azt javasoljuk és kérjük is, hogy az értesítőn lévő szavazókört azt mindenképpen nézzék meg, mert bár ezek helyileg mondom nem változtak, de lehet, hogy valakinek más helyre kell mégis menni az arányosítást követően. A szabályok egyébként ugyanazok, mint bármely választáson. Szavazatszámláló bizottságok fogják segíteni a választópolgárokat abban, hogy a voksaikat leadhassák. Csak pártlistákra lehet lesz majd voksolni, tehát ebből a szempontból egyszerű lesz majd este a bizottságok dolga, amikor ezeket össze kell majd számolni. A napközbeni tevékenységre pedig a szokásos szabályok irányadóak. Azok, akik valamilyen fokban korlátozottak, akár mozgásukban, akár látásukban, az ő számukra segítséget ír elő a jogszabály, illetve a Szavazatszámláló Bizottság tagjai mozgóurnával a mozgásukban korlátozottakat föl is keresik. Ezt még a szavazás napján is lehet jelezni. Fennakadások nem szoktak történni Budakalászon, azonban, hogyha mégis a szavazókörben adódik valamilyen előre nem látható rendkívüli esemény, ebben az esetben a szavazókörben szolgálatot teljesítő bizottságnak az elnöke jogosult arra, hogy ott a szükséges intézkedéseket megtegye. Kampánytevékenységről mit lehet tudni, mit kell tudni az állampolgároknak? Az elmúlt időszakban a jogszabályváltozások folytán a kampánytevékenység kikerült a régi szűk keretek közül, tehát immár azt lehet mondani, hogy nagy tere van a kampánytevékenységnek, ami fontos, hogy nyilván a szavazókörben nem lehet a szavazás napján senkit sem agitálni, illetve ott a szavazókör környékén annak érdekében, hogy a választópolgár nyugodtan tudjon dönteni és a döntését kifejezésre juttatni, ott már semmi ilyen jellegű tevékenységet, befolyásra alkalmas tevékenységet nem lehet folytatni. Eredmény mikorra várható, akár részeredmény is? Gyakorlatilag a rendszer úgy van kitalálva, hogy 2 óránként jelentést kell adni a résztvevőknek a számáról, tehát a részvételi arányokat azt 7 órakor a véglegesített adatok szerint fogjuk már ismerni. Azt, hogy mi lett a szavazás végkimenetele, azt megközelítőleg olyan 11 óra és éjfél környékén lehet az első nem hivatalos eredményeket majd összesíteni. Fontos tudni, hogy azonban itt vannak jogorvoslati határidők, ezért a végleges eredmény kihirdetésére majd csak napokkal később fog sor kerülni. Egy másik választás is aktuális idén Magyarországon, ez pedig a helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás. Ezzel kapcsolatban van-e valami határidő, ami már most fontos lehet a budakalásziaknak, illetve a választópolgároknak? Jelenleg olyan konkrét határidő, aminek az elmulasztása bármilyen negatív következménnyel járna, jelen pillanatban nem ismert. Nem ismert ugyanis még az az időpont, amikor a választás meg lesz majd tartva. Ez mindenképpen egy októberi időpont lesz a jelek szerint.
a tapasztalatok alapján. Nyilván itt is majd a köztársasági elnök ki fogja érni a voksolás napját. Erről részletesen a város közösségi oldalán, illetve honlapján információkat fogunk biztosítani a budakalásziak számára. Várható, mikor teszi meg majd ez köztársasági elnök úr? Erről nincsenek információink, meghatározza egyébként a jogszabály, hogy mennyivel előtte kell ezt a határnapot megjelölni, és biztosak vagyunk benne, hogy elnök úr ennek a kötelezettségének határidőben eleget fog tenni. Fontos azonban rátérni arra, hogy Budakalászon nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, ami a budakalászi rendészetet illeti, érinti. Hogy ezzel kapcsolatban mi a legfontosabb olyan esemény, amire felhívná a lakosok figyelmét, hogy ne tegyék, vagy nagyobb körültekintéssel figyeljenek oda. Most gondolok itt a vezetésre, hiszen az elmúlt napokban is a pollereket a már ismert helyszínen kidöntötte egy nagyméretű jármű, hogy ezzel kapcsolatban is mi a következő lépés? Ami a rendészetnek a tevékenységét illeti, eléggé sokrétű feladatot látnak el a kollégák. Azt tudni kell, hogy a rendészet az a polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó rendvédelmi feladatokat is ellátó szerv. Abból a szempontból jelentős előnyben vagyunk más szervekhez képest, hogy kollégáink intézkedésre jogosult hivatalos személyeknek minősülnek, és jogalkotási szempontból is mögöttünk áll a képviselőtestület, hiszen évek óta hatályban van Budakalászon egy közösségi együttélést elősegítő rendelkezés. Ennek a megalkotására azért volt annak idején szükség, hiszen a korábbi falu jelentősen kinőtte önmagát, most már 10. éve városként funkcionál, és ez azt is jelenti, hogy sok ember költözött a városba. Aki Budakalászon közlekedik, az nap mint nap tapasztalhatja azt a hatalmas átmenő tranzitforgalmat, ami nem a türelem irányába viszi el sajnálatos módon a sofőröket. Számos olyan elemmel találkozunk mi is, amikor figyelmetlenségből, a türelem hiányából fakadóan a sofőrök nem a megfelelő körültekintéssel végzik a vezetés folyamatát, és ebből bizony számos esetben balesetek vagy közlekedési nehéz szituációk alakulnak ki. Az említett polleres eset is sajnos nem egy egyedi jelenség. A polgármesteri hivatal épületén lévő térfigyelő kamera ezeket az eseményeket veszi. A pollerek ott a Petőfi téren azért vannak kitéve, de a város minden pontján azért lettek rögzítve, hogy kijelöljék azt a határt, amikor a járműnek már nem lehetséges közlekednie. Ha rámegy, az pedig azt jelenti, hogy a gyalogosoknak a sávjából veszel valamekkora területet. A gyalogosokat mindenféleképpen óvni kell, hiszen ők a közlekedésnek egy olyan szereplő gárdája, amelyik fokozott veszélynek van kitéve. Sajnálatos módon nem csak a Petőfi téren, hanem Budakalászon, de a környékbeli településeken is általános jelenség, hogy a zebrán az elsőbséget a járművezetők nem adják meg. A gyalogosok számára azt a jó hírt tudom tolmácsolni, hogy együttműködésben a rendőrség szakembereivel a következő időszakokban célzott ellenőrzések kezdődnek a gyalogátkelő helyeknél. Nem a zebránál kell majd keresni a kollégát, hanem térfigyelő kamerákkal fogjuk elemezni az adott zebrát, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy valamelyik járművezető nem engedte át a gyalogost, őt 100-200 méterrel odébb fogjuk kiinteni, pontosan azért, hogy a hatás ne csak addig tartson, amíg a járművezető vagy a közlekedésben résztvevők érzékelik, hogy ott rendész vagy rendőr teljesít szolgálatot, hanem mindig vegyék észre, hogy ott egy gyalogátkelőhely van, és főként ugye a gyerekek szabályos és biztonságos átkerése érdekében ott le kell lassítani, olyan sebességgel kell menni, hogy bármikor a járművezető meg tudjon állni. A városnak emellett van egy olyan projektje is, amelynek keretein belül több helyre, ami most veszélyesnek minősül és még nincsen ellátva gyalogátkelő helyel, zebrát fogunk tenni. Épp ma kaptam a hírt, hogy május első időszakában meg fog történni mind az Ady Endre utcában létrehozandó zebrának a felfestése, mind pedig az országúton a Téglási András utca és a Szegfi utca környezetében tervezett zebrának a felfestése. Mind a két helyszínre törekszünk térfigyelő kamerát is telepíteni. A Szegfi utcánál ez már lassan a kivitelezés stádiumába került, tehát mire a zebra meg lesz, addigra térfigyelő kamera is figyelni fogja a területet, pont azért, hogy ott is az ellenőrzés, illetve a nyomonkövetés hatékonyan történhessen. Továbbá térfigyelő kamerát szeretnénk föltenni a Pomázi úti óvoda környékére. Ott is számtalan olyan jelzés érkezett a rendész kollégákhoz,
amely azt célozza, hogy a Pomáz irányából érkező forgalom számos esetben a záróvonalat átlépve próbál meg a Posta irányába közlekedni, vagy éppen a lenfonó csomóponton áthaladni, számos esetben átgázolva, körültekintés nélkül a Pomázi úti zebrán, amely ráadásul egy HÉV átkelő helyhez is vezet, meg egy HÉV állomás közelében van, tehát ott a fokozott óvatosság különösen indokolt. Ilyen típusú ellenőrzésekre tehát a közeljövőben egyeztetett módon a rendőrség közreműködésével folyamatosan lehet lesz majd számítani. Nagyon szoros a kapcsolat a Szentendrei Rendőrkapitánysággal. Nemrégiben volt a Baleset Megelőzési Bizottságnak is egy évindító fóruma, megbeszélése, ahol ön képviselte Budakalász városát. Itt mi hangzott el? Ez a fórum egy nagyon hasznos fórum a tekintetben, hogy mindig van lehetőségünk egyeztetni azokat az aktuális, a balesetek elkerülése érdekében létrehozandó lépéseket, amelyek számos településen, így nálunk Budakalászon is problémát okoznak. Arról tudtam beszámolni a bizottság tagjainak, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács nemrégiben tartott Budapesten a Teve utcában egy értekezletet, és ott számomra is fontos mondatok hangzottak el, amelyek az újdonság erejével hatnak. Így például a rendőri vezetők szájából lehetett azt hallani, hogy nem kizárólag a rendőrség az, amelyik felel a települések közbiztonságáért, hiszen az egy központi szerv, a rendőrség vezetőjének, az aktuális területi vezetőjének megvannak a maga utasításai, és egy kissé olyan kettős helyzetet teremt, hogy a területi rendőrparancsnoknak még az önkormányzatok igényeit is valamilyen szinten ki kell szolgálni. Nálunk, mondom, Budakalászon abból a szempontból jó a helyzet, hogy a közösségi együttérési rendelet számosan lehetőséget ad a kezünkbe, amelynek révén biztosítani tudjuk az emberek biztonságát. De tény is való, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább azt tapasztalható, a közbiztonság nem csak a rendőrség privilégiuma és feladata, hanem a polgárőr szervezeteknek, amely Budakalászon sajnos nem igazán működik, a különböző önkormányzati szerveknek, és így nyilván a rendészeteknek is a szerepe egyértelműen felértékelődik. Tehát azt lehet látni, és itt a székesfehérvári polgármester előadásából hozom az idézetet, hogy kinőtte az önkormányzati rendészetek munkatársi állománya azt a embrionális állapotot, amely 2012-ben a létrehozatalkor kialakult, és most már komolyabb feladatokra is alkalmassá vált az állomány, ez a közel 10 000 ember, amelyik országszerte dolgozik azon, hogy a településeken nagyobb fokú legyen a biztonság. Itt bizonyos kiegyenlítéseket kell végrehajtani, hiszen a 3200 település közül mindössze 600 üzemeltet ilyen önkormányzati rendészetet, és egyértelműen állami finanszírozást is sürgettek a politikai döntéshozók. Minden esetre a hatáskörbővítés és esetleg a finanszírozás megoldása számos olyan pozitív hatást érhet el, amely tovább erősíti majd a települések, így Budakalász közbiztonságát is. Ami a bizottság jó híre volt számunkra, az volt, hogy a rendőrség dolgozik egy olyan sebességmérő készüléknek a kifejlesztésén, amely talán már jövőre akár hadrendbe is állítható, és bár eddig kizárólag a rendőrség monopóliumú volt a sebességmérés, úgy néz ki, hogy ezt adott esetben az önkormányzatok számára is elérhetővé teszik. El kell mondanom, hogy a budakalászi polgárok számos esetben keresnek meg bennünket, hogy a helyi kezelési utakon, például az Erdőhát utcán, vagy azokon az újonnan létrehozott egyenes aszfaltcsíkokon, amelyeket a város az elmúlt időben lebetonozott, nagyon jelentős a sebesség túlépéseknek az aránya, jelentős a forgalom, és az a forgalom ráadásul nagy sebességgel megy, ami akut balesetveszélyes helyzeteket teremt. Ezeket nyilvánvalóan csak mérésekkel lehet elsődlegesen orvosolni, és az a jó hír, ami ért bennünket, hogy adott esetben erre az önkormányzatnak is remélhetőleg a jövő évtől lesz már lehetőség, ami mindenképpen egy jelentős forradalmi áttörés, hiszen Budakalász sosem kizárólag a rendőrségtől várta, hogy a településén élőket valamilyen szinten megóvja. Szeretném ezúton is fölhívni a figyelmet például arra a pályázati lehetőségre, amely arra irányul, hogy a budakalásziak rácsatlakozhatnak az önkormányzat elintézte egy kedvezményes feltételek biztosítása mellett egy olyan kivonulós szolgálattal bíró ingatlan védelmi csoportnak a hálózatára, akik, hogyha valamilyen betörés vagy az ingatlanon valamilyen nem kívánt mozgás történik, ebben az esetben
azonnal 5 percen belül a helyszínre tudnak menni. Ilyen gyorsaságot igazából egy adott ingatlanra vetítve semmilyen más szer nem tud produkálni. Tehát az öngondoskodás az egy nagyon fontos dolog, aki megteheti, innen is mindenkit bátorítok arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, amiről szintén a honlapunkon keresztül tájékozódhat. Igen, mert jelenleg az önkormányzatnak csak az a lehetősége van, a sebesség lassításra, csillapításra, hogy fekvőrendőröket helyez ki. Esetleg a későbbiekben ez kiválthatja azt is, hiszen itt csak ugye önkormányzati utakon lehet ezt megtenni. Sebességet mérni meg akkor ezek szerint majd később ezzel a készülékkel lehet majd a magyar közút kezelésében lévő utakon is, hogyha... Így van, tehát itt amit feszegetünk, az egy nagyon összetett kérdés. A városnak az úthálózata ugyanis egyrészt állami kezelésű is tulajdonú, ezek a fő közlekedési útjaink, egy része pedig helyi önkormányzati kezelésben van. A helyi önkormányzati utakon a rendőrség jelenleg nem szokott sebességet mérni. Ennek egyébként oka az is, hogy a sebességmérés a korábbi lakossági panaszok miatt nagyon koncentrált állapotban van, tehát csak bizonyos helyszíneken és bizonyos időszakonként lehet mérési tevékenységet végezni, attól eltérni jelen pillanatban nem lehet. A város azonban komolyan kell, hogy vegye, és komolyan is veszi, hogy polgárai számos esetben vannak kitéve ilyen akut balesetveszélyes helyzeteknek. Ezért legutóbb most éppen a napokban az újonnan kialakuló Klenics város részben, a Téglási András Kántor utcában és azon a környéken számos esetben térkővel jelzett helyszíneken, térkőből kialakítottak olyan forgalomcsillapító küszöböket, amely az autósokat egyértelműen lassításra készteti. Kihelyeztek a kollégák évekkel ezelőtt, és ezt most mindig egy kicsit tologatják megfelelően az igényeknek, olyan növénykádakat, amelyek betongyűrűk tulajdonképpen, és hatékonyan képesek a járművezetőket a lassítás irányába eltolni. Azt szeretnénk azonban, hogy itt azért az esztétikumnak is legyen helye, ezért a város csinál olyan egyedi arculattal ellátott virágládákat, amelyeket szeretnénk majd szintén hasonló célokra is felhasználni, tehát hogy egyrészt az esztétikumát is növeljék a környéknek, ahova kirakják őket, illetve a különböző forgalomcsillapító küszöbök kikerülhetőségét is meg lehet ezzel szüntetni, hiszen most jelenleg az autóvezetők egy jó része azzal próbál gyorsulni, hogy elmegy a fekvőrendőr mellett, és aztán megpróbálja azt kikerülni. Bízunk egyébként abban, hogy ez az eszköz, amit említettem, ez tényleg hadrendbe állhat, és hogyha ez így fog történni, akkor a rendészeten biztos nem fog múlni az, hogy a budakalásziak közlekedésbiztonság szempontjából egy fokozottabb biztonsági helyzetbe kerüljenek. Mennyire jellemző az, ahogy az elején említette, hogy az autósok nem állnak meg, és nem engedik át a gyalogosokat, hogyha már így az utaknál tartunk? Sajnos azt kell látni, hogy egyre inkább tendenciává válik. Tehát amikor közlekedünk, szerintem mindannyiunknak napi gyakorlata és számos példát tudnánk hozni, akár csak a mai napi pont folytatott közlekedési szituációkból is, hogy az emberek nagyon türelmetlenek, nagyon sok esetben pár másodperces hátrányt szeretnének behozni azzal, hogy felelőtlenül előzgetnek, és nagyon sok olyan balesetveszélyes szituációt teremtenek az ilyen sofőrök, amelyeknek általában a gyalogos szokta meginni a levét. Ha most csak visszakanyarodunk a Petőfi tér környékére, és ehelyett is szükséges kiemelni azt a szintén jó hírt, hogy a város a következőkben mindenféle fényvisszaverő eszközökkel fogja felerősíteni az észlelésnek a képességét a gyalogátkelő helyeken, és nem csak a Petőfi térnél, hanem az újonnan létrehozottaknál is, meg a már meglévőknél is. Tehát ott is olyan veszélyes szituációkat tud kialakítani például az a sofőr, aki a járdára felhajtva próbálja meg az elsőbséget egyébként szemből közlekedő járműnek megadó, előtte lévő autónak megadni az elsőbséget. Tehát nagyon sok olyan veszélyes szituáció van, és egyre inkább tendenciává válik, azt kell, hogy mondjam, a fényképfelvételek, illetve a gyakorlati tapasztalások alapján, ami nem jó. Folyamatos a párbeszéd az önkormányzat és az emberek között, és én úgy látom, hogy a rendészet és az emberek között is folyamatos a párbeszéd. Előfordul az is, hogy így a lakók jelzésére reagálnak aztán a rendészek? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a régi hagyományos média elemek, tehát a televízió, az újság, illetve azok a kommunikációs eszközök, amelyekkel korábban kapcsolatot tudtunk kialakítani a budakalásziakkal, ezeket az idő meghaladta.
Ma már az új médiának nevezett eszközök és technológiák, tehát az, hogy mindenki az okos telefonján nézegeti a másodpercek tört része alatt felbukkanó információ halmot, ez számunkra is egy előremozdulást indukált. Mindenféleképpen szerettük volna azt kiteljesíteni, hogy a polgárok minél nagyobb számban és minél gyorsabban el tudják juttatni hozzánk azokat az információkat, amelynek alapján mi is reagálni tudunk. Tehát ők tulajdonképpen azzal, hogy megkeresnek bennünket, a mi reakcióidőnket gyorsítják föl. Számos esetben azt kell mondanom, hogy a közösségi médiában számos olyan üzenetet kapunk, és rengeteg olyan visszajelzést, olyan problémafelvetést, amire aztán a kollégák ki tudnak menni és tudnak intézkedni. Szerencsére ezekkel az okos eszközökkel a rendészek kollégák is föl vannak szerelve, úgyhogy ez a fajta interakció, tehát a polgár és a rendész közötti eszmecsere, ez gyakorlatilag most már tényleg a elektronikus üzeneteknek a sebességével egyforma sebességgel mozog. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagyon jó és kétirányú a kommunikáció a budakalászi polgárok és a rendészet munkatársai között. Ezt innen is szeretném megköszönni azoknak, akik jelzik felénk a felvetéseiket, és ilyen módon mi is aktívabban tudunk nekik segíteni, és tudunk reagálni a problémáikra. Valamelyik nap volt, hogy egy édesanyja kisgyermekével zárta ki magát, és bár nyilvánvalóan sperhaknit nem tudok neki adni, de a kollégák tudtak neki hozni mondjuk egy lakatost, aki segített neki az épületbe bejutni. Tegnapi nap eseménye volt, amikor egy hölgy azzal kereste meg a kollégákat, hogy az idős szomszédjáról nem tud, aki egyébként betegségben is szenved. A kollégák még éppen időben mentek, és aztán a rendőrökkel, valamint a tűzoltókkal éppen időben tudták kiszabadítani az egyébként otthonában összeesett idős bácsit, akit aztán végül a mentők kórházba szállítottak, és így a szomszéd azzal, hogy jelzett, és azzal, hogy mi oda mentünk, ezzel gyakorlatilag megmentette a szomszédjának az életét. Tehát számos ilyen eseményt lehet sorolni, az illegálisan lepakolt hulladék, ami nem csak Budakalász, hanem számos más településnek is a problémája. Ezzel kapcsolatosan is folyamatosan kapunk bejelentéseket, és az erőinket is megpróbáljuk a felvetéseknek, meg a jelzéseknek megfelelően koncentrálni, annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk a város lakóinak. Figyeljünk egymásra, ebből is ez a tapasztalat. Ami még nagyon fontos, hogy lesz majd nem sokára egy motoros akció, ami Budakalászról indul majd május 19-én. Erről mit lehet tudni? Budakalászon szintén a rendészet állományába tartozó kollégák közül háromnak is van rendészeti motorkerékpárja. Őket a polgárok láthatják is, amint motorral látnak el szolgálatot. Azt kell látni, hogy a Szentendéri Rendőrkapitányság több más szakemberrel, illetve partner szervezettel összefogva azt szeretné demonstrálni, hogy hogyan kell gyakorlatilag Budakalászról eljutni egy másik megyének a fővárosába, úgy, hogy szabályosan közlekedünk a 11-es főközlekedési úton. A rendészetnek a Facebook oldalán, a közösségi oldalunkon már fönn van napok óta, de a Balesetmegelőzési Bizottság oldalán is elérhető az összes részletes információ. Ez egy május 19-i program lesz majd, és gyakorlatilag azt szeretné demonstrálni, hogy miként kell a többi résztvevővel együtt mozogva, de szabályosan elhaladni. Hát most itt ugye Budakalásztól egészen Esztergomig. Nagyon reméljük, hogy ez balesetmentesen és mindenki örömére sikerülni fog, úgyhogy innen is javasoljuk és kérjük, hogy aki szeretne benne részt venni, nem csak egyenruhások lesznek nyilván főleg, hanem ugye az a slusszpoén benne, hogy elsődlegesen ugye a polgárokat várják, akinek van motorja és szeretne egy biztonságos körülmények között motorozni, nagyobb tömegben, mert ugye annak van egy élvezeti értéke, akkor az regisztráljon, itt igazából költségek nem merülnek föl, és nyilván a mi kollégáink is ott lesznek, tehát velünk is lehet majd találkozni ezen a május 19-i napon. Legyen így, legyenek ott minél többen. Köszönjük. Jajce úr, köszönöm szépen a beszélgetést, hogy elfogadta meghívásunkat, és a stúdiónk vendége volt. Én is köszönöm az érdeklődését. Vendégem volt a dr. Udvarhelyi István Gergely, Budakalász városjegyzője. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!